9 éves korom óta a színház világában léteztem, ami egy diktatórikus rendszer. Van vagy vannak olyan dolgok, amiket a színházin kívüli életedben másképp csináltál volna, vagy csinálnál? Igen. Érzem magamon, hogy ezért felvállalok olyan konfliktusokat, amiket eddig nem is kellett volna. Sokan azért elítélik az embert mondjuk egy barátok közt miatt. Tehát ezt mondjuk ki, hogy van olyan, aki lenézi ezt a műfajt, közben pedig ez egy nagyon kemény dolog. Megviselt, amikor vége lett? Ami a nagy nyilvánosság előtt zajlott a te művészi életedből, színészi életedből, közszereplői létedből, az tulajdonképpen 3 külön fázisra osztható. Ugye egyszer volt a barátok közt egy fél évtizedig, igen. Ez egy 5 éves periódus. Milyen aztán... jól hangzik így, hogy fél évtizedig. Igen, igen. Aztán, hát mert annyi. Hát annyi, így. Mostantól kezdve én is így fogom mondani. Aztán volt ugye a Konyhafőnökben a szereplésed, majd jött a végén a Farm. Igen, ez most a média része. Ez most a média része, nem a színpadi része. Igen. Neked ugye, pestiesen szólva, fiatalkorodban begyógyult, hogy színész leszel. Igen. És igen. Miskolci lányként végigküzdötted a folyamatot, mire színművész lettél. Színművész nem vagyok egyébként, mert én nem a Színművészeti Egyetemen végeztem, tehát én színész vagyok, színész végzettségem van. Én az akadémián végeztem. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan háklisak erre a kifejezésre, hogy ki a színművész, ki nem. Én nem vagyok ilyen, de azért ez fontos megjegyezni. Oké. Jött a televízió, mint ugye egy logikus következmény. Először egy fikció a barátok közt, és aztán jöttek ezek a reality formátumok, ahol szereplőként jelentél meg. Uh-huh. Jó döntések voltak? Kezdve mondjuk a barátok közben, igen, vagy a reality-től kíváncsi. Igen, és tudod miért? Mert én, arra nem beszéltünk, de én ugye 9 éves korom óta a színpadon vagyok, nyilván amikor papírt szereztem, utána is elkezdtem játszani több helyen, és mindenhol azt láttam magam előtt, hogy azok jutnak érvényre, azok kapnak nagyobb szerepeket, és azokat az embereket tartják többre, akik a képernyőn vannak. És valahogy beindult szerintem egy ilyen vonzás, ha hiszel a vonzás törvényében, hogy nekem is ott kéne lennem, és ezt a barátok közt hozta meg. Tehát én nem törekedtem rá, hogy ez így legyen, csak egyszerűen volt egy ilyen vágyam, de hát ugye nyilván azok a vágyak teljesülnek, amikre nem vagy így rágörcsölve, hanem csak úgy finoman benned vannak, és nekem ez egy ilyen volt. És véletlen volt? Ez teljesen véletlen. Hát 500 millió emberrel együtt elmentem egy castingra, sok-sok évig benne voltam az adatbázisban, és egyszer csak évek múltán kiválasztottak egy karakterre, az is tök pici ideig lett volna a sorozatban, és aztán ez hát egy fél évtizedre nyúlt, ahogy mondtad. Úgyhogy ez abszolút jó döntés volt. A realitik meg szerintem egy ilyen olyan Várjál, dolog, maradjunk még a barátok köztnél egy másodpercre, mielőtt átmegyünk a realitikre, mert az egy teljesen más fázis, legalábbis az én logikám szerint. Mit adott, mit tanultál, mint színész ebben a forgatási periódusban? Mert azért egy ilyen napi fikciós sorozat az egyrészt nagyon melós is, másrészt hát azért nagyon sok mindent megtanít, azt gondolom, a kamera előtti létet illetően. Abszolút, tehát hogy szerintem, ha mondjuk nagyjátékfilmezésre törekszik az ember, előtte nagyon jó, hogy egy ilyen helyen, mint egy napi sorozat, vagy heti sorozat, kipróbálja magát a kamerák előtt, mert legalább már magabiztosabban fog mozogni, akár egy castingon, akár bármilyen forgatáson. Nyilván én reklámokat is forgattam már, azok meg nagyszabásúbbak a barátok közt egy időben meg előtte, és ezek mind-mind hozzáadtak ahhoz, hogy rutinosabb legyek. És nem vagyok lámpalázas, tudom, hogy kell mozogni, vagy hogy érdemes, hogy kell fordulni, ezek. Akkor a munkabírás nagyon, ahogy te is mondtad, ez nagyon melós, hiszen rengeteg szöveget kell megtanulni, tényleg.
nem is, tényleg csak vastagságot tudok mondani, hogy egyik napról a másikra mennyi anyagot kell a fejünkbe tenni, és az természetesen utána el is megy, mert rövid távú memóriába beteszi az ember. Ezt, hogy ugyanolyan frissnek mutasd magad, tehát nem lehet ugyan, tehát a nap végén, a 180. jelenetnél ugyanolyannak kell lenned, mint a nap elején, amikor még friss vagy. Meg ebédszünet után, amikor legszívesebben szundikálnál 2 órát. Tehát, hogy igen, ezt a munkabírást nagyon. Meg én nagyon-nagyon szeretek csapatban dolgozni, és nekem a Barátok közt az elsősorban egy ilyet jelentett, hogy tehát ez olyan volt, mint egy ilyen mini társulat gyakorlatilag. És nagyon szerettem ott lenni, úgyhogy valahogy az emberekkel való együttműködést is megtanítja. Megviselt, amikor vége lett? Megviselt, mert minden dolog, aminek vége szakad, megvisel egy kapcsolat, egy munka, egy nyári tábor, vagy egy utazás, mindig megviselnek a végek. Ez meg különösen, hiszen ez a mindennapjaimat képezte meg, egy második családom volt ott nekem gyakorlatilag az a közeg. Hát meg nyilván szakmailag is nem tudtam, hogy akkor utána mi jöjjön, vagy hova, vagy hogy. Sokan azért elítélik az embert a mondjuk egy Barátok közt miatt. Tehát ezt mondjuk ki, hogy van olyan, aki lenézi ezt a műfajt, közben pedig ez egy nagyon kemény dolog. Nyilván egy nagyjátékfilmben mást lehet előhozni, mást hoz az ember elő magából, más kvalitásokat. Úgyhogy szerintem nem lehet hasonlítgatni ezeket. Aztán jött a felkérés a konyhafőnökre, igen, hogy főzi egy jót. Igen, hát ez nagyon kézenfekvő volt nekem, és hálás voltam, mert én nagyon szeretek főzni. Igen? Igen, én nagyon, nagyon szeretem a hasamat is, úgyhogy nagyon sokat kell sportolnom. Ja, de és futnom. Ahogy kajáról van szó, csuriba tartja a kezét. Igen, tényleg. Mi a kedved kajád? Úristen, ne kérdezni, hát figyelj, a tészta egyébként, a minél pacsmagosabb tészta, nagyon szeretem, meg a halakat is. Pacsmagos. Tudod, hogy ilyen jó szószos, meg cuccos, meg sajtos. Érdem. Meg na mindegy. Hát igen, erre szoktam azt mondani, hogy nem tudok eleget sportolni, tehát hogy nem tudom kompenzálni az evési szeretetemet a sportolással, mert nem tudom, egész nap itt trónom kéne a köröket a Margit-szigeten, hogy annyi sportoljak, amennyire szeretek enni. Csak nyilvánvalóan ott van, akkor bejön a józanész, és azt mondja, hogy ujj, jó, akkor nem férek föl a színpadra. Igen, igen. Na, szóval akkor a konyhafőnök ezt telibe talált. Telibe talált, igen. Ahhoz volt is kedvem, nagyon jó volt, és szerintem azért a konyhafőnök még a realityknek nem a legdurvább része, hiszen ott nem kell beköltözni valahová, ott hazamész, megnyugtatod az elmédet, de ugyanúgy stressz helyzetnek vagy kitéve. Ez is egy teljesen más műfaj. Tehát amikor az befejeződött, akkor mondták is nekem a szerkesztők, hogy Fruzsi, most megtanultad ezt a műfajt. És akkor jöttem rá, hogy tényleg, mert ez is egy más hozzáállást kíván, egy más agyi tevékenységet. Ott igen, ugye rögtön azért tegyük hozzá, hogy azt gondolom, hogy az 5 évnyi Barátok közt kamera előtti lét azért már egy masszív alapot adott ehhez is. Tehát nem lepődtél meg, amikor bementél egy műterembe, ahol nem, forgott persze, minden. Persze, hát ez is úgy gondolom, hogy amikor az ember elvégez egy iskolát, steril körülmények között, most nevezzük így azt, amikor mondjuk 11-en vagyunk egy osztályban és tanulunk színművészetet, vagy a színházról dolgokat, az egy dolog. De amikor kikerül az ember a pályára, akkor nagyon fontos szerintem, hogy a pályája elején megkapja azokat a lehetőségeket, amik megteremtik az ő magabiztosságát szépen fokozatosan. És én azt érzem, hogy szerintem a médiában én ezt jobban megkaptam, mint mondjuk a színház világában. Tehát ott nem voltak annyira szerencsés találkozásaim olyan rendezőkkel, olyan partnerekkel, amik építették volna az önbizalmamat, viszont ezt a médiában meg valahogy így magától értetődően megkaptam hamar. Azaz mondhatjuk azt, hogy ez a saját közeget lett. Igen, igen. De a színház is az, csak sajnálatos módon, hogyha akár egy ilyen platformon, akár máshol sokkal szívesebben beszélnek ugye a médiabeli dolgokról is, és sajnálom, mert a színház is nagyon, nagyon értékes vonal, csak kevésbé népszerű. Magunk között szólva,
Hát nem, talán nem is az a jó szó rá, nem vitatkozva, hogy kevésbé népszerű, hanem halad a kor. Halad a kor. Én a klasszikus televíziózás világából vagyok. Abban szocializálódtam, megtanultam a mesterségemet, és gyakorolhattam hosszú évtizedeken keresztül. Majd ugye egyszer csak észrevétlenül a világba beszivárgott az online tér. Igen. És egy idő után azt vettem észre, hogy én ez ellen harcolhatok, csak ahogy az angol mondja, ez futály effort, tehát ez fölösleges energiakidobás, mert legyőzetünk. És rájöttem, hogy amit ugye a televíziózásban megtanult az ember, gyakorlatot, tehát gyakorolhatta, az adaptálható az online világba is, sőt, ugye itt még élesebb a verseny, mert nem kell hozzá egy őrült televíziós infrastruktúra, nem kell hozzá minden. És én mondhatom azt, hogy na de kérem szépen, hát én televíziósnak képződtem. Igen, igen. Akkor azt fogják mondani, hogy Laci bácsi, nagyon köszönjük, jó utat arra tessék elfáradni, mert az emberek ma már, pláne a fiatalabb korosztályok, azok már a normál televíziózást igazándiból nem is ismerik. Tehát én például a 16-17 és a 13-14 éves fiam, az konkrétan soha nem nézett tévét. Aha. Tehát vagy nekem a kompjúter... Nekem sincs adás a tévénben, egyébként hozzáteszem. Nekem sincs adás a tévénben. Érted? Igen, igen, érted? Igen. Mert már te is egy teljesen más korosztály vagy, nem szoktál hozzá a lineáris televíziózáshoz, ahhoz, hogy neked megmondják, hogy mikor kapcsolt be, amikor az a műsor hát lesz. Igen. Mert te majd akkor fogod megnézni, amikor éppen időd van, vagy igen, hangulatod rá. Igen. Ezt fel kell ismerni értelemszerűen, és egy picit ezt gondolom a színházzal kapcsolatban is. Az nem azt jelenti, hogy a színművészet eltűnik, hogy csak átalakul. A skilleket lehet áthozni, ahogy te igen, is mondod, és kell is, mert én mindig el szoktam mondani, és teljesen egyetértek veled, hogy aki nem alkalmazkodik ezekhez a gyors változásokhoz, az egyszerűen megsemmisül és meghal. Tehát mindig ott kell lenni a szeren. De ide kapcsolódik az, amit egyébként te is már kérdeztél, hogy ugye hogy jöttek a realitik. Hát így, hogy, mert ugye kérdezted, hogy jó döntés volt-e. Nekem a realitikben való szerep, és most ezt úgy mondom, mintha aztán már 1000-ben szerepeltem volna, tehát 2-ben gyakorlatilag. Ez is hozzá tartozik ehhez a dologhoz, amit az előbb említettem, hogy valahogy tartani kell a lépést a változással. És igenis, szerintem a sajnálatos módon a színésznek most már a saját brandjét is építenie kell. Önmaga kell erről gondoskodjon, és szerintem ezek a dolgok hozzátartoznak. Nyilván, amikor elvállal az ember egy realityt, akkor még nem tudja, hogy mi lesz belőle, és szépen kell a sajtóban, meg nyilván az ember már kitanulja ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet úgy csinálni ezt, hogy jól jöjjön ki belőle. És akkor szerintem igen is hasznára válik az embernek. Tehát visszagondolva ezekre a dolgokra, igen, jó döntések voltak az életemben. És akkor most menjünk el a harmadikig, mert a konyhafőnök az naturális volt, mert most, hogy elkezdtél a kajáról beszélni, hát ez igen, az nem mozdított ki a komfortzónába. Nem kérdés, hogy ez egy teli találat. Pacsmagos? Pacsmagos. Te nem ettél még egy jó pacsmagos kaját, hogy ez neked ilyen új szó? Nem, de a nyálelválasztásom az elindult? A szótól pörög. Ha ezt sikerült elérnem, akkor már jó. A farm az mennyire volt testhez álló? Én azt gondoltam, hogy ez tökre nekem való, hát imádom az állatokat, nincs bajom azzal, hogyha mondjuk most a malacok alól ki kell takarítani ezt, meg azt, meg amazt, nagyon szorgalmas vagyok, és ez is egy ugyanolyan kézenfekvő dolognak indult, mint amilyen mondjuk esetleg a konyhafőnök. El tudtam képzelni magam ebben a világban, és olyan dolog történt ott, amire nem számítottam, hogy pont az emberekkel való együttéléssel fog meggyűlni a bajom, holott azt gondolom, hogy én azért elég sokszor
kerültem olyan helyzetben, hogy szinte azonnal, akár egy társulatban, egy darab próbájakor, vagy forgatásokkor meg kellett barátkoznom, nagyon hamar fel kellett vennem a fonalat különböző emberekkel. És ez nekem mindig nagyon jó volt. Mindig társasági ember voltam, középpontban voltam, és most ez valahogy nem így alakult ott, de aztán rá kellett jöjjek, hogy hát azért fruzsi, mert azért itt komoly pszichológiai nyomás nehezedik ránk olyan szempontból, hogy ki kell választani valakit minden egyes héten, és ki kell valakit szavazni, és valakit ki kell szemelni, és ezek a dolgok mind-mind befolyásolják ezt az együttlétet. Hát ez egy, hogy fogalmazzak, ezek a reality formátumok, ez egy teljesen másfajta, a való életben igazán nem is gyakorolható pszichés nem. Nyomás. Pontosan. És ezért is volt jó, hogy egy ilyen szituációban meg tudtam nézni magam. Amúgy ezt is mondtam mindig az elején, hogy én pont egy ilyen helyzetben szeretném kipróbálni magam. És a emberileg nem vallottam kudarcot, én szerintem. Ahogy végignéztem én az egész pályafutásodat, ahogy készültem erre a beszélgetésre, belekerültél először egy masszív konfrontációs élethelyzetbe. Igen. Ezt hogy élted meg? Ezt éltem meg a legnehezebben, mert én sokan nem értették ott sem, hogy miért nem vagyok konfrontálódó típus. És ott nem volt erre annyira lehetőség, hogy kifejtsem, hogy azért, mert 9 éves korom óta a színház világában léteztem, ami egy diktatórikus rendszer. Ott nem az van, hogy ha neked ilyen-olyan bajod van, akkor felteszed a kezed, és azt mondod, hogy ezt ne így létszi, hanem ott komoly munka van, és amit a rendező mond, azt úgy kell csinálni, és az ő szava az első, és lehet javaslatod, de az se úgy, hogy jó, de én azt úgy akarom csinálni, hogy és hogyha nem, akkor hazamegyek. Nincs ilyen. És ez az, hogyha valaki kicsikorától kezdve ebben él gyakorlatilag, akkor ez személyiségformáló erejű tud lenni. És az ott bent lévő emberek szerintem ezt nem értették, hogy én miért nem akarok minden kis apró hülyeségen összeveszni, és miért vagyok esetleg megalkuvó, vagy alárendelhető típus. Mert én ebben élem az életemet. Azaz, jöttél egy katonai hierarchiából. Igen. Egy liberális világba. Igen. Szabadabban, szókimondóbb, vitatkozóbb világba, és hirtelen ez meglepetést okozott. Nagyon, igen. De úgy gondolom, hogy ha ez a játék jó volt személyiségfejlesztésre, akkor maximálisan elérte a célját, mert észrevettem, hát nyilván azóta már elteltek hónapok, mióta lement az adásban, és érzem magamon, hogy ezért felvállalok olyan konfliktusokat, amiket eddig nem, és kellett volna. Nem a színházban, mert ott megmarad az a kis rend, aminek kell lennie, azt nem fogom megbontani, de az életben viszont fejlődtem ebben. Korrigálj, hogyha rosszul fogom fogalmazni. Azaz egészen a farmig neked színház volt az életed. Igen, vagy legalábbis az szerint a gondolkodás szerint léteztem, és nem is veszi észre az ember, hogy ez mennyire hatással van a hétköznapjaira. Tehát, hogy azt nehéz megcsinálni, hogy az életben elmegyek mondjuk a strandra, és valaki kötekszik velem, mert a sorban ő azt gondolja, hogy mondjuk ő előrébb volt, és én nem. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy persze, menjen csak, mert nem akarok konfliktust, viszont ez nem jó, mert azt meg ki kell ott állni magadért, és ez most csak egy banális dolog, de vannak ettől sokkal durvább konfliktusok az életben, amiben bele kell állni. És nyilván ezt nehéz volt elválasztani, tehát bekúszott az életembe a színházi gondolkodás. Ez, ha visszanézed az életednek, mert ugye van az embernek egy szakmai élete, meg egy privát élete, akkor ennek a mára megszerzett ismeretnek az alapján van, vagy vannak olyan dolgok, amiket a színházin kívüli életedben másképp csináltál volna, vagy csinálnál? Igen. Igen, de mondjuk nehéz ezekre mindig visszagondolni, ezekre a másképp csináltál volna dolgokat. Nem tudok most
példát mondani, illetve nem is akarok, mert... Ja, nem a példa az érdekes, engem az érzés érdekel. De igen, igen, csináltam volna másképp. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogyha egy moziba be lehetne ülni, ahol azokat a dolgokat megnézhetnél, amiket másképp csinált, hogy mennyire máshogy alakították volna az utadat. Kellett ehhez egy személyiségfejlődés, egy érlelődés, amire ez meg tudott bennem születni, hogy máshogy csináljam. És abban viszont hiszek, hogy ha ennek most jött el az ideje, akkor mostantól kezdve tudom úgy élni az életem, és lehet, hogy majd 2 év múlva ugyanígy sétálunk, és ugyanígy beszámolok valami hatalmas horderejű dologról az életemben, ami meg megint csak aminek segítségével megint ugrok egy szintet. Érted, mire gondolok? Ha jön a felkérés a következő farmra, ilyen típusú masszív pszichés nyomás alatt működő realityre, akkor arra is gondolkodás nélkül igen mondasz. Gondolkodás nélkül nem, mert azért reality és reality közt is van különbség szerintem. Az biztos, hogyha valahogy mégis úgy hozna az élet, hogy elvállalok egy ilyet, akkor már sokkal jobb, mert van egy csomó tudás a fejemben, amit már máshogy csinálnék, máshogy állnék bele. Egyszerűen, ha belekerülsz egy ilyen világba, akkor át kell kapcsolnod magad arra, hogy igen, akkor itt most bele kell állni dolgokba, és igen, hogyha valakinek a szilvás gombócon kevés a porcukor, akkor azon össze kell veszni. Holott az életben sokkal komolyabb, durvább dolgok vannak, mint de ott ez a durva dolog. Igen, szóval, hogyha ez történne, akkor már tapasztalat, és ott is megkaptam, hogy igen, most ismét megtanultam egy új műfajt, egy másik féle reality. Igen, azért szerintem jó része ezeknek a formátumoknak túl van a valóságon, tehát keményebb, mint a valóság igen, adott pillanatban, sokkal szélsőségesebb. Igen. Koncentrált időben hozza elő a szélsőséges élethelyzeteket, és teszteli az embert, ahogy maga az ember is teszteli önmagát. Így van. Nyilván más kérdés, hogy ezt most egy táborban teszed 20 másik emberrel, vagy pedig kamerák előtt. Na, ez egy újabb tényező, ami megbonyolítja a dolgokat. Igen, hát ez a legnehezebb, és aztán amikor már az emberek a nyomás alatt és okán egy idő után még a profik is elfelejtik igen. a kamerákat, mert a nyomás veszi át a vezérlést, igen. és hiába tudod, hogy forog közbe a kamera, már az a természetes velejárója, tehát beletompul az ember ebbe a világba, és hát magunk között szólva ezek a formátumok, ezek a műsorok ezért izgalmasak. Igen. Hát ez működteti őket. Mert az ember így kívülről nézve, mint egy pipsóba, látja kukucskál, és látja az ember eredeti reakcióját, az elsődleges reakciót. Csak hát valószínűleg egy színésznek ez lehet a félelmetes. Hát hiszen ugye... nem ezt csináltam, mert eddig mindig fölkészültem abból, amit csinálok, lepróbáltam. Nyilvánvalóan ez egy nagyon más szituáció, de hát úgy vagyok vele, hogy... Hát ekkor meztelen egy színész. Igen. Mert ha egy színész fizikailag mezítelenül kimegy a színpadra, ami százszor le van próbálva, még akkor az a könnyen. Színész nem meztelen. Ez így van. Viszont abban a pillanatban, ha egy színészt belerakok egy reality formátumba, igen. Akkor a színész önmaga valóságát mutatom meg. Nagyon jó példa volt. Valójában álságos volt a kérdésem, hogy megbántad-e vagy nem az elején, mert ezt egy színész szempontjából egy komoly kockázatvállalásnak gondolom. Igen, csak közben meg úgy vagyok vele, hogy például pont mostanában jöttem rá, hogy ugyanolyan dolgokat csinálok a mindennapjaimban. Ugyanúgy elmegyek edzeni, ugyanúgy főzök, ugyanúgy olvasok, és rájöttem, hogy nem fog, tehát hogy nem azt mondom, nem a sablonos szöveget akarom mondani, hogy ki kell valami mozdítson a komfortzónámból, mert ettől nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy szeretek, tehát hogy néha kell az, hogy eddig a körúton mentünk haza, és most ne a körúton menjünk haza, hanem akkor a házak között így úgy amúgy, hogy más útvonalon menjünk, hogy más csináljunk, hogy más könyveket olvassunk, hogy ne csak a színházban létezzem, nekem kellett valami, hogy kipróbálhassam magam máshol, hogy az majd mit eredményez, miket hoz.
Milyen pillangó effektus lesz ebből? Jól van, művésznő. Ma tanultunk valamit, hogy a tésztát... Pacsmagosan kell enni. Pacsmagosan kell enni. További sok sikert kívánok, köszönöm és szépen. Köszönöm a beszélgetést. Én is. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.